Csörgőlabdáznak a gyerekek a Nyíregyházi Bárci Gusztáv általános iskolában, de a diákok kipróbálhatták a kerekes székes kosárlabdát, az ülőröplabdát is tekizhettek is. A Bárci is csatlakozott a Magyar Parasport napja alkalmából meghirdetett lélekmozgató programhoz. Az óvodákban, általános és középiskolákban azonban nem csak sport, hanem különböző, érzékenyítő programokkal is tisztelegtek szerdán a magyar fogyatékossággal élő sportolók előtt. A Magyar Parasport napjára különféle óravázlatokat küldtünk el az intézményeknek, az óvodáknak rajzpályázat, illetve mesemondó pályázat, illetve egy konkrét mesét küldtünk el, ami diavetítés formájában az osztályfőnökök tudják a gyerekeknek elmesélni. Ezekről készíthetnek a gyerekek rajzot, viszont hogyha nem tudnak és nem olyan tehetségesek rajzolni, mert ugye ezt elküldtük az egymiknek is, ahol ugye sérült gyerekekkel járnak az iskolába, és ugye ők nem mindenki tud rajzolni, hanem kaptak színezőt, ami konkrétan ilyen színezők, hogy sérült gyerekek vannak rajta, illetve egy sérült családot mutatnak be, aki sérült gyereket nevel, és ez színezőbe elküldtük nekik, akkor a nagyobbaknak, ugye a középiskolás korosztálynak pedig ugye videópályázatot írtunk ki, tehát készíthetnek egy interjút, készíthetnek csak egy olyan montást, hogy összevágnak paralimpiákról dolgokat, és akkor azt elküldik. A Vármegyeházán tartott szerdai sajtótájékoztatón Baracsi Endre a fogyatékossággal élő társadalomba való integrálásának fontosságát emelte ki. Mi, mint Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzat is szeretnénk részt venni ebbe a lélekmozgató programba, mert valóban egy nagyon fontos társadalmi kötelezettség, és hát az érzékenyítés az pedig a mindennapok része kell, hogy legyen. És ez a lélekmozgató program is, és a Parasport napja is pontosan arra hívja fel a figyelmet, hogy igenis a társadalomban megtalálja mindenki azt a szerepét, azt a közösségben azt a helyét, amelyet tudja segíteni az adott közösséget. És hát a parasportolók pedig nagyon sokat letettek már az asztalra, nem csak itt Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyében, hanem országos szinten is. Mi nagyon büszkék vagyunk a teljesítményükre, úgy gondoljuk, hogy ők is nagyon sokat tesznek azért, hogy az eredményeik és a munkabírások akaraterejük által ők is az érzékenyítésben sokat segítsenek, de azért itt még van feladatunk bőven, és ezért szeretnénk a mai alkalommal is felhívni a figyelmet arra, hogy mennyire fontos a parasportolók teljesítménynek elérése, és az a lélekmozgató programsorozat, amely pedig az érzékenyítésbe segíti a gyerekeket, felnőtteket egyaránt. A Parasport napján készített programbeszámolókat és pályaműveket március 16-áig küldhetik be az intézmények, eredményt pedig március végén hirdet a Magyar Paralimpiai Bizottság és a Fogyatékosok Országos Diákverseny és Szabadidősport Szövetsége.